8 ember sérült meg az ukrajnai Herszont ért csütörtöki orosz támadásban. A lövedékek lakóépületek és egy könyvtár mellett megrongálták a Szent Katalin székesegyházat is. Esti beszédében az ukrán elnök a front helyzet mellett visszaélésekről is szót ejtett. Ma az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjétől, illetve a belügyminisztertől kaptunk jelentést a katonai komisszárok ügyében. Az ellenőrzés sok visszaélést, gusztustalan dolgokat talált. Az összes tényt a nyilvánosság elé visszük, és ezekben az ügyekben büntető eljárás indul, mondta az elnök, de részleteket nem közölt. Közben egy non-profit szervezet azon dolgozik, hogy ingyenes kezelést biztosítson a háborúban súlyos égési sérüléseket szenvedő katonáknak és civileknek. A szervezet Moszkva inváziójának kezdetén jött létre, és magánadományokból finanszírozzák. Eddig körülbelül 150 embert kezeltek.